Mi a helyzet a migrációval, az iszlám jog megítélésében? Ahogy az életed nem a tiéd, vagyonod nem a tiéd, képességeid nem a tiéd, hanem mind kapod, letétbe van helyezve, úgy az ország sem a vezetőké, nem a nemzeté, hanem letétbe van helyezve, és próbára vannak téve azzal, hogy hogy vezetik azt a népet, akivel együtt élsz, és semmiképpen sem mondhatják, hogy ez az enyém ettől eddig, mert minden Allahi, ahogy te, az életed és vagyonod is Allahi, a föld, ahol élsz, az is Allahi, és Ardallahu Vászja, azaz Allah földje tágas. Tehát gyakorlatilag, ha nem viseled el azt a helyzetet, amiben élsz, akkor ne zavarogj, ne bomlasz, hanem állj tovább. Mert ahova mész, az is Allah földje. Nem egy adott népé, népcsoporté, nem a tulajdonuk. Ha befogad, akkor élj ott. Ha nem, akkor állj tovább. Viszont ez nem ilyen egyszerű. Mindenképpen azt az időszakot kell tekintenünk, ami a próféta életszakaszára esett. Ott nem voltak ilyen kaotikus jelenségek, mint manapság. Ott minden rendezett körülmények folyt. Ott is volt menekülés, ott is volt migráció, egyik helyről átvándoroltak a másik helyre, mert nem bírták elviselni a Korejs, a vezetőtörzs üldözését. De olyan vándorlásról, népvándorlásról, menekülésről nem olvashatunk és nem tudunk, amely nem volt rendezett, nem alapult megegyezésen. Tehát minden egyes mozgást egy megegyezés előzött meg. Amikor üldözték a muszlimokat Mekkában, akkor egy részük kivándorolt Abesziniába. És őket befogadták. Négus, Nagasi, az Abeszin vezető, befogadta őket. Majd Korejs, az üldöző törzs, utánuk küldte küldöttségét, és kérte kiadatásukat. És akkor Nagasi egy beszédet kezdeményezett, hogy miért is kellene őket kiadni, és ez a beszéd alapozta meg az ő befogadásukat, mert ekkor kellett kinyilvánítaniuk, hogy ők kicsodák vala, és milyen elveket vallanak. És kiderült, hogy testvéri elveket vallanak. A kereszténységgel, melyet Abesszínia követett, testvéri elveket vallottak a muszlimok, akiket befogadtak, így hát nem adták ki őket. A másik híres eset, amikor a muszlimok Mekkából Medinába, korábbi Jatrebbe menekültek. Ez sem úgy volt, hogy egyszerűen lóhátra pattantak, vagy tevehátra is átnyargaltak, hanem ezt kettő darab egyesség szerződés előzte meg a befogadókkal. Az Akaba 1-es és az Akaba 2-es szerződés. Ez azt jelentette, hogy a Jatrebben, később Medinában élő két fontos arab törzs, a Khazraj és az Awasz, felajánlotta Mohamednek és követőinek a lehetőséget, hogy amennyiben az üldöztetésük elviselhetetlenné válik, akkor jöjjenek oda, és éljenek ott velük. Testvéri, hittestvéri egyességben. Erről szólt a két szerződés. Nos, voltak befogadók tehát, és voltak menekültek, és a kettő között mindig létrejött egy szerződés, egy megegyezés. Mi a helyzet ma? Vannak befogadók, most nevesítsük, így talán jobban kötődik Angela Merkel, és vannak menekültek, akik mindenhonnan jönnek háborús övezetekből, teljesen jogszerűen, hiszen Ardallahu Vászja, Allah földje tágas. Ha nem viseled el azt a helyzetet, amiben élsz, állj tovább. Ők tovább állnak.
Ez Rendben rendben van. van, a jog fönt áll, és van, de ki az ő képviselőik, és milyen egyesség alapján jönnek be, csak úgy, hogy elindulnak tömegesen? Az iszlám Iszlám jog jog ezt ezt nem teszi tiltja. lehetővé. Tehát pont Pont az az iszlám iszlám, lenne az, ami ezt a folyamatot hát az. korlátozná és mederbe terelné. Nem mondom, hogy megállítaná, de mederbe terelné, mert igenis kell Kell. lennie egy egyességnek a befogadók és a menekültek között, mert olyan nincs, hogy tömegesen Átmegy. átmegyünk egyik országból egy másikba, és azt csináljuk, amit akarunk. Ott Feltétel. feltételek vannak. Feltételek Feltételek a a beilleszkedéshez, hogy ott törvények vannak, hogy mit kell követni, mit nem. Mert hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor ne oda jöjjenek, menjenek máshova, ahol a két fél meg tud megtudom. egyezni. Ez nem tudott létrejönni, mert a moszlimok között sincsenek mind a mai napig olyan képviselők, olyan intézmények, akik ezt letárgyalnák, hiszen kalifátus nincs. Csak muszlim tömegek vannak, akik kaotikusan mozognak, vagy mozgatják őket, vagy manipulálják. Most ne menjünk bele a részletekbe és az összeesküvés elméletekbe. És a befogadók között mondjuk nevesítettünk egy személyt, Angela Merkelt, de viszont ő sincs tisztában azzal, hogy a másik félnek milyen elképzelése van, és milyen jogi háttere van. Összefér a saját népével az, akik oda jönnek. Mi lesz a következmény? Vagy csak a profit elvűség, hogy a multiknak kell a munkaerő? Vagy mi az az elv, ami őt erre indította? Nos, ez a kérdés nagyon bonyolult, de a vége egy. Iszlám jogi szempontból ez Ez a a faj. fajta migráció nem rendezett, és az iszlám jog erre módot adna, hogy rendezné. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.